Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbba esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarka Endre vagyok, ez pedig a felfelé zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sostragédiájáról. tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá. Lehetett volna más másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a potpet.hu oldalon. József Attila jelentősége a magyar és nemzetközi irodalomban semmivel sem kisebb, mint Bartóki a zenében, miközben meglehetősen rövid életpálya jutott neki. Mindössze 32 évet élt, sorsa nem volt mentes a nélkülözéstől, rendkívül szomorú gyermekkora volt, többször kísérelt meg öngyilkosságot. A flóraversek, versek, a Tiszta szívvel vagy a Mama megkerülhetetlen költeményei a magyar lírának. József Attila megrázó élettörténete és halálának még inkább megrázó körülményei évtizedek óta foglalkoztatja az irodalomtörténészeket. Ezúttal Nyári Krisztián íróval, irodalomtörténésszel, Bezsanyi Tamás kriminológussal és doktor Német Attila pszichiáterrel beszélgetek. Az kijelenthető, hogy József Attila betegsége borderline szindróma volt? Az a személyiség zavara volt, tehát az csak egyik diagnózis nem. Itt tulajdonképpen egy összetett korképről van szó. A személyiség fejlődése az valóban a borderline diagnózist igazolja leginkább, de ami miatt öngyilkosság történt meg, ami miatt kórházi kezelés volt, az az én megítélésem szerint egy súlyos major depresszió. Korábban Bakróbert a kezelőorvosa pedig skizofréniát diagnosztizált. Úgyhogy ilyen értelemben nem volt egységes a a Sziátré diagnózisú József Azért ez egy elég erős csomag, ha jól sejtem, ugye? Hát igen, de kétségtelen, hogy, hogy a 30-as években még azért a pszichiátria az viszonylag gyerekcipőben járt, viszonylag kevés diagnózis volt, és annak idején többször diagnosztizáltak skizofréniának depressziós beteget, mint mondjuk a Alapjainkban. Egy ilyen... A súlyos depresszió és a skizofrénia, az néha nehezen elkülöníthető. Ezt mondhatnám, hogy de az utólagos elemzés alapján ez inkább egy súlyos depressziónak tűnik. De egy ilyen súlyos csomag, depressziós, skizofrénia, borderline, voltak éppen akkor, 30-as években bármilyen esélye kecsegtetett, hogy ez gyógyítható? Tehát József Attila ilyen értelemben megmenthető lett volna ilyen nagy tehertétel után? Véle véleményem szerint nem. nem. Ez gyakorlatilag legfélebb az életet lehetett volna valamivel meghosszabbítani, esetleg kórházi körülmények között, ahol mondjuk az öngyilkosságnak még kisebb a kockáta, mert az ő egész korábbi életében egy csomó olyan jel volt, ami felesztinálta arra, hogy előbb-utóbb öngyilkossággal fogja befejezni az életét. Ne felejtsük el, korábban legalább öt vagy hat öngyilkossági kísérlete volt, ami szerencsére nem sikerült, és ez az utolsó végzetes lett. Szerinted József Attilánál a lejtmenet vagy a tragikum, az hol kezdődik? A születéssel. Amúgy valószínűleg mindenkinél. De hát azért ebben az életútban rengeteg olyan pillanat van, amit minimum tragikusnak mondanánk, és ez így kezdődik. Hát az, hogy az apja elhagyja a családot, lényegében azonnal. Miért egyébként? Hát ez is önmagában egy tragédia, hogy, hogy a, a maradottak, az édesanyja is valószínűleg hiszi, nem csak mondja, de gyerekek hiszik, hogy szerencsét próbálni megy Amerikába. De hát ez egy legenda. Lelépett a családtól. Ma ezt így mondanánk. Nem, hogy Amerikában nem ment, de hát a, a Magyar Királyság területét se hagyta, elment Aradra, és túl is élte a fiát. Akiről egyébként egész életében nem nagyon tudott, amikor hírt kapott valami átételeset felőle, akkor is annyit jegyzett meg, hogy úri ember lett Budapesten ügyvéd. Hm. Tehát, hogy valami, semmit nem tudott a családjáról, és nem is akar tudni. József Attilának ez fájó kínzó hiány volt? Persze. És akkor ott van a, a nagyon gyorsan szegényedő család. Hogyha megnézi valaki, készült két családi fotó, a mama és a gyerekek, ugye a két lány és a kis Attila. Azt hiszem, hogy 14-ben meg 17-ben, tehát nagyon kevés idő telik el a kettő között. Ez alatt az idő alatt a, a mama 20 évvel öregebbnek néz ki a második képen. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz időszak, mély szegénység, ahogy ma mondanák, és, és valószínűleg irgalmatlan sok betegség gyötörte az édesanyját, ami azt is jelenti, hogy nem tudott úgy odafigyelni a gyerekeire. Hát ez az indulás már önmagában pokoli. Az, hogy, hogy segélyekből, pillanatnyi pénzekből éltek. Hogy, hogy, látta, hogy a verseiben benne van, hogy, hogy, hogy más meg két forintért kuglárt vesz. Az anyukája miért kísérelt meg öngyilkosságot? Mert tudomásom nek szerint neki is volt egy öngyilkossági kísérlet. Hát valószínűleg mélyen depressziós volt. Hogyha arra képre ránézünk, akkor ez is jut eszünkbe, én ez nem értek, de hát szinte, szinte, biztos gondolom túl azonnak a körülmények mellett tőle is örökölt a depresszióra való hajlamát. Ő miért került nevelőszülőkhöz? Mert mert nem tudták eltartani. Ez Ebben az időszakban ez viszonylag gyakran előfordult. Ugye a, a, a lányoknál is megtörtént a családban, akik, akik aztán hát a párkapcsolataikon keresztül menekültek el abból a helyzetből. Ő pedig azért, hogy legyen mit enni. De neki nem volt szerencséje a nevelőszülőkkel, vagy ez szinte szükségszerű volt, hogy egy ilyen ridegtartásban lesz része egy ilyen fiúnak, aki oda kerül a nevelőszülőkhöz abban az időben? Rögtön ezt nem tudjuk, hogy milyen, miben volt része. Azt tudjuk, hogy ő hogyan élte meg, meg utólag mit mondott erről. Eleve az egy, hogy mondjam, hogy vidéken az egy stratégia volt, egy túlélési stratégia, hogy nevelő gyerekeket vettek magukhoz, akik ott ugyanúgy, mint a saját gyerekek kivették a részüket a munkából, és ezért az állam valamiféle pénzt adott. Egyébként nekem volt egy gimnáziumi osztálytársnőm, akiknek a détszüleinél volt József Attila, és persze ő úgy emlékezett, a családi emlékezetet mondva, hogy, hogy pontosan ugyanúgy bántak a a kisfiúval, mint ahogy a saját gyerekeikkel. Ez lehet, hogy elég rideg volt persze annak idején egy alföldi faluban. Ő benne az maradt meg, hogy vele nagyon rosszul bántak, és szeretetet nem kapott, ugye? Nem is szólították a nevén? Hát mert nem tudtak ezzel a névvel mit kezdeni. Tehát ez mondjuk a második, hogyha már így gyűjtjük ezeket a pontokat, hogy a nevét is elvették tőle. De azt is el tudom képzelni, hogy ezzel nem voltak egyedül ebben a faluban. Tehát egyszerűen nem, nem szerették, hogyha bárki bármiben kilóg a sorból, ő pedig már gyerekként is kilógott. Ő miért nem lehetett ott az édesanyjának a temetésén? Ezt nem tudom pontosan. Valószínűleg ebben a korban ez sem volt természetes, hogy ott feltétlenül ott vannak. Ez egy szegény temetés volt, az állam fizette. Nem hiszem, hogy gondolkodtak azon, hogy most ott lábatlankodjon még a kisfiú is az életének fordulatai, nyomasztó eseményei, a papa eltűnése, az anyja halála, hogy nem tudott ott lenni a temetésen, a szakítások, a lányokkal való húzd meg, erezd meg viszony. Egy ilyen korképpen rendelkező ember esetén álnaív a felvetés, de gondolom még inkább beletaszajtja őt a nagy-nagy sötétségbe. Ez így van és itt azért két dolgot el kell különteni. Egyrészt voltak külső traumák, amit egyrészt felsorolt, másrészt pedig az ő személyiségéből adódó konfliktusok. Ez például a nő kapcsolataiban nyilvánult meg. A külső trauma apa elvesztése, anya halála, öcsöddel kapcsolatos szomorú történetek, azok azok, azok, azok nagyon szomorúak voltak, de ne felejtsük el, ezt a testvérét Etust is épp úgy érintette, aki valójában egészséges személyiség volt, és 97 éves koráig tulajdonképpen mindenfajta pszichiátriai betegségtől mentesen érte le az életét. Apa képe volt? Például az, hogy az önővérének a férje kicsit támogatta őt? de tudomásom szerint nem is engedte meg a feleségének, hogy testéri viszonyt ápoljon József Attilával. Tehát ez is egy nagyon sajátos apakép, vagy atyáskodás. Igen, hát ugye ott az történt, hogy, hogy a, 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 nővérét kiemelték ebből a proletársorból, és kicsit ilyen pigmalion történet, hogy egy, egy művelt polgárasszonyt kívánt belőle a férje alakítani, és hát ebben nem fért bele, hogy ott van egy szegény gyerek is, de közben valamilyen módon mégiscsak gondoskodott, vagy gondoskodtak Attiláról. Hát ez minden szempontból egy, egy rettenetes hozomány ez a gyerekkor, független attól, hogy most tényszerűen, pontosan ezekben a kicsi szituációkban mi történt. Azt mondta, hogy a nőkkel való kapcsolat során a konfliktusok belőle fakadtak. Ő az a típusú ember volt, aki nem tudott egy nővel hosszú távú harmonikus kapcsolatot fenntartani? Nem volt egy könnyű személyiség József Attila, és szélsőségekre volt hajlamos, mint általában ugye a bordellás személysekre jellemző. Tehát nem volt könnyen elviselhető személy, de ugyanakkor ő is túlérzékenyen reagált dolgokra. Tehát anélkül részletekbe belemennék, a Szántó Juditnál ott, ott gyakorlatilag ne felejtsék el, amikor hazavitte az Óda című versét, és megtalálta a zsebébe a Szántó Judit, és örömében, meg csodálatában a sírva faka. József Attila annyit mondta, hogy ne örülj neki, nem neked írtam, nem rólad szól. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nem volt egy konvenciókat betartó udvarias ember, és feltétlenül csak flórát szerette, de ez a kapcsolat relatíven csak néhány hónapig tartott, és ott is inkább a férfi-nő kapcsolat helyett anyagyermek viszony volt jellemző. Jól értettem, azt mondta, hogy egyedül flórát szerette? Hát el, abszolút elkötelezetten, igen, így van. Ha nő ügyeit szerelmét veszik alapul, szerinted uh, kinél volt a legnagyobb esély, ha volt egyáltalán ilyen esély, hogy ő létre tud hozni egy működőképes párkapcsolatot hosszú távon? Hát egy ilyen kapcsolata volt, Szántó Judit. Az egyetlen nő, akit a feleségének nevezett, nem vett el feleségül, ennek gazdasági okai is voltak, nem ott rá pénzük. Tehát az egyetlen nő, akivel úgy élt együtt, mint egy férjes feleség, egy szegény értelmiségi pár, Házas pára, hogy élt ebben az időszakban. Ő az egyetlen, aki ez nem írt rendesen szerelmes verset, viszont aki mindenben elfogadta. Amiből azt is látjuk, hogy azért ő alkalmatlan volt egy valódi, egy megett, kiegyensúlyozott párkapcsolatra. Lényegében kis túlzással minden nőbe, aki egy kicsit szeretettel, empátiával fordult hozzá, azonnal beleszeretett. És halálosan gondolom. És a, a legnagyobb jó szerelemmel, de arra képtelen volt, hogy, hogy egy kiegyensúlyozott párkapcsolatban éljen, miközben másra sem vágyott, mint ez. Ezért lók ki az egész életműből a, a Szántó Judittal való kapcsolat, mert ott megvolt az esélye. Ott az mi múlott rajta elsősorban? Igen, ő például nagyon kegyetlen volt a, a szavak szintjén a kapcsolataiban. Bántalmazó? Hát igen, hát a, 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 ha az bántalmazó, kicsit túlzó ez a szó, mert ma már mindenre ezt használjuk, de hogy, hogy ránézett Szent aki ott feküdt mellette az ágyban, és azt mondta, hogy csúnya vagy, ez bántalmazás persze, hogyha a szoros értelemben veszem. De nem volt vele könnyű élni. barátnak barátjának se volt könnyű lenni persze. E, és hát önmagában az, hogy a magyar irodalom történet egyik legszebb szerelmes verse az óda, ami a a való kapcsolat idején születik, de egy teljesen ismeretlen nőnek írja. Azt nem is tudjuk, hogy kinek írta. De hát a lényegében József Attila életének minden napjáról tudunk, mert mert annyira fontos a magyar irodalom történetben, hogy minden napját feltérképezte valaki elment egy Lila Füredi író találkozóra, és ott beleszeretett valakibe. És egy nap ismerettség után egy viszonzatlan szerelem ez írta ezt a, ezt a, hatalmas szerelmi mágiát. És hát az, hogy ő egyébként a párkapcsolatában kegyetlen volt, az is mutatja, hogy hazavitte és megmutatta. És itt pontosan tudta, hogy ez nem hozzá E, íródott, és neki is volt egy öngyilkosság. Ezért. ezért. Ugye erről az egész történetről szól, ha már irodalmi hálózatok, Kosztolányi Desőnek a Barkóba című novellája, mert ugye azt, ezután az történt, hogy e, Szenttödi gyógyszerrel lett öngyilkos, és ez nem, nem volt ez olyan értelemben komoly, nem volt nem. életveszélyben igazán. E, József Attila elment egy társaságba, ahol annyira zokogott, hogy nem tudta elmondani, hogy, hogy pontosan mi történt, meg utána sem, amikor már nem sírt, és ilyen barkóbával, igen nem, kérdésekkel szedték ki belőle, hogy mi történt, és akkor így derült ki, hogy a, az élettársa öngyilkos lett, és ezután nagyon hamar vége is lett a kapcsolatuknak. Flórát nagyon szerette, ugye? Mindenkit nagyon szeretett. Hát, hogyha végigmegyünk, ugye a, a, nagy, az igazán komoly szerelmek, Vágó Márta, az is egy, egy valódi nagy szerelemnek indult, egy intellektuális kapcsolatból vált szerelemmé, de de hát Vágó Márta nagyon hamar megérezte, hogy, hogy ez egy pusztító szerelem, hogy ezt ő nem fogja tudni elviselni, és hát ráadásul az édesapja Vágó József pedig egy rendkívül bölcs ember volt, aki azt mondta, hogy most a lányom elmegy egy évre külföldre egyetemre, és ha te találsz magadnak, vagy sőt, segítek benne, hogyha egy polgári foglalkozást elkezdesz dolgozni, és egy év múlva is úgy gondoljátok, hogy, hogy ez egy perspektívikus kapcsolat, akkor csináljátok. És hát természetesen ennek az lett a vége, hogy a távol azért egyre inkább rájött vágódit, hogy, hogy ezt ő nem bírja elviselni, ezt a fajta szerelmet. És Mágo Márta. E, vagy Mágo Márta, bocsánat. Aztán utána a, 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 az összes többi nagy szerelemnél, ez, ez, pontosan ugyanúgy van. Hát ugye két nagy szerelme, egyben a, a, a pszichológusa is. Gyömrői Edith. Igen, Gyömrői, Edith esetében egy, egy féloldalas, egyoldalú szerelemről beszélhetünk. Egy nem volt szerelmes e, József Attilával, Legfeljebb e, azt érezhette, hogy egy, egy, ennyire zseniális költő szerelmes belé, és hát az, az gondolhat, érezhette úgy, hogy hát azért ez valami. De azért közben elég tudatos is volt. Tehát, hogy nem engedte közeledni, és mégis ez egyszerre volt egy beteg pszichiáter viszony, meg egy József Attila részéről egy szerelemet. ebből semmi jó nem sülhetett ki. Ugye volt egy analitikusa, Edit, így van. Akibe beleszeretett. Na most, anélkül, hogy itt belemennénk a részletekbe, és nem szeretnék Isten kísértésbe belemenni, de tudomásom szerint József Attila nemcsak hogy a barátját Editnek, tehát az élettársát, de Editet is megtámadta. Ő a végén már közveszélyes volt? Hát, amit tudunk erről a történetről, az a következő, hogy már egy nagyon profi analitikus megszakította a terápiát József Attilával, hogy ő nem tudja, nem tudja tovább kezelni, nem látja értelmét a kezelésnek. Ez volt Rapaport Samu. És aztán átadták egy kevesebb gyakorlattal rendelkező, nem orvos, nem pszichológus, de tanulta a pszichonalizést gyömbrői editnek, aki abszolút jó szándékkal próbált közeledni, és mivel csak nyolc év különbség volt a két ember között, a pszichonalizis terápiában kialakult az úgynevezett indulatáttétel, általában ez pozitív érzelmi viszont jelent a beteg felől a terapeuta irányába, és ezt a pozitív indulat áttételt József Attila különösen nem tudta kezelni, és valószínűleg gyömrőjelít sem igazán, és óhatatlanul ezt gyakorlatba akarta áttenni az ő pozitív értelmeit gyömrőjelít felé, aki ezt viszont analitikusan hárította, kezelte, de ez olyan indulatokat váltott ki József Attila, hogy valóban megtámadta és akkor a Gyömrői Edithnek az akkori élettársa vagy férje át közéjük. És az, hogy közveszélyes, nem ezt mondanám, Impulzív volt, nehezen kontrollálta az érzelmeit, az indulatait, úgyhogy ez nem az elmebetegségről szól, hanem az ő személyiségéről, a borderline személyiségéről szól ez a történet. Ugye késsel támadta meg Gyömrői Edithet. Késsel, igen, igen, igen. igen. Ő ön szerint tudta volna őt bántani? Szerintem nem, de ugye ez már tényleg csak egy hipotézis. Én azt gondolom, hogy nem, mert biztos, hogy erre nem lett volna képes, mert azért agresszív, indulat, berekedő, nem, nem ilyen típus volt József Attila. József Attila tette, az egy hirtelen elhatározás volt, vagy tervszerűen követte? Én azt gondolom, hogy amiatt nem lehetett feltétlenül egy nagyon jól tervezett és egyértelműen az öngyilkosság felé vezető útként elképzelni ugye onnan a horvát kertből a, a, az útvonalát a, a Balatonszárszói pályaudvarhoz, mert hogy egyébként ezt az 1284-es számú tehervonatot, ami ugyanúgy Nagykanizsa felől Pest felé megy, ahogy a legtöbb, az annak nem tudhatta valószínűleg József Attila egyébként a pontos menetrendjét, a pontos útvonalát. Ő már ennek a kérdésével, ahogy egyébként ezt a, nem csak a testvérei, hanem egyébként a közvetlen barátai is többször jelezték, ő már egyébként ennek az öngyilkosságnak a gondolatával többször foglalkozott. Én azt gondolom, hogy ő valójában, ha nem is pont akkorra időzítve, de szerette volna, vagy igazából egy idő után az ő saját döntése alapján elkerülhetetlenné tette azt, hogy ez megtörténjen. Azt hiszem, összesen hatszor kísérelt meg a ezt megelőzően. Ezek figyelemfelhívások voltak, tudatosan elrontott kísérletek, vagy egész egyszerűen nem sikerült neki, és a hetedik végezte be azt, amit már eredendően szeretett volna tenni. Hát Na most ez egy azért fontos ö, 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 probléma, mert én azt gondolom, hogy például Garamvölgyi, amikor arról ír, hogy ugye ez egy ilyen nikodom, Nikodémuszi szkepszis, um, az ugye azért zseniális, mert egyébként ö, itt valami fajta ismeretelméleti szkepszisre akart volna utalni ő um, ami ugye nem bizonyítható, nem értelmezhető. Na most, amit viszont irodalomtörténészek önnek a segítségével tudunk, akár a Tverdota, akár Fejtő Ferenc segítségével, az az, hogy valami megváltozott, például Kozmuca Flórával való szerelmek kapcsán. A korábbi öngyilkossági kísérletekhez képest? Egyrészt igen, másrészt pedig az, hogy én azt gondolom, hogy a József Attilának a személyisége nem könnyen tette azt lehetővé, hogy egy figyelemfelhívó a klasszikus értelembe vett figyelemfelhívó és csak látszólagos öngyilkosságot hajtson végre. Én azt gondolom, hogy ő tipikusan az a személy volt, aki vagy belemegy 120%-osan, vagy inkább nem teszi meg. Tehát, hogy a végletek embere volt. Tehát, nem... hogy elszúrta? Illetve nem csak, hogy hatszor elszúrta, hanem itt egy ilyen finoman próbálnék arra inkább utalni, hogy, hogy, ő alapvetően nagyon is szerette, és nagyon is fontosnak tartotta azt, hogy ki van körülötte. Ő szerintem egy kapcsolatérzékeny ember volt. Ezt nem csak egyébként a szabad ötleteki edzéke tanúsítja, hanem alapvetően azok a pszichoanalitikai, vagy egyáltalán azok a vizsgálatok, vagy azok az ilyen utólagos elemzések amiket akár irodam akár mondjuk mondjuk a, a Cejzel végzett, szemben azzal, amit ugye Bak Robert, aki a Sziesta szanatóriumban kezelte őt a halálát megelőzően, mielőtt ugye lekerült volna szárszóra. Én azt gondolom, hogy azokat a a ö, halálhoz vezető útvonalakat, azokat az öngyilkossági kísérleteit nem annyira a figyelemfelhívás ö, minősíti, mint inkább az, hogy ő az akkor mindig az aktuális szeretett személyhez akart közelebb kerülni. Ő minden esetben azt a fajta kapcsolatot, azt a nőhöz fűződő kapcsolatot akarta erőssé ö, fűzni ami ö, a végére egyre kevésbé volt ö, valószínű, és amúgy, ahogy a Latinovicsnál is ez fölmerül, amikor a, egyre inkább az, az a probléma ö, látszódott számára, hogy ő már egy ilyen szociális munkásnak a, a, a mondjuk úgy, hogy a karjában van és kezelik. Ő Rutka éva. Így van, Rutka éva, Úgy itt is azzal, hogy lat, Latinovic Zoltánhoz hasonlóan mondjuk József Attila a halála előtt évben arról ír, hogy gyermekké tettél, az valójában ugyanezt teszi. Flóra esetében az életképesség mennyire volt felvethető is azért, ő voltak éppen igen, mondott József Attilának. Igen, az egy, az egy teljesen más viszony, de hát az is egy pszichológus és, és, hogy mondjam, pszichológiai alany kapcsolat, itt nem betegként került oda, hanem tesztet kellett kitöltenie, ami aztán el se készült. De mégiscsak így indult az ő kapcsolatuk. És itt inkább talán az az érdekes, ami nem egyedülálló azért a magyar kultúrtörténetben, hogy tulajdonképpen a, a szűk kulturális társaság, amely körülvette József Attilát, nyomta bele Kozmuca Flórát, abba, hogy igent mondjon. Tehát azért mert féltették József Attilát? Igen, és azt gondolták, hogy te, mint múzsa, megválthatod ezt a, ezt a zsenit. Tehát, hogy nem számít, hogy te amúgy szerelmes vagy -e bele vagy sem, vagy hogy látod-e reálisan, hogy ezzel az emberrel nem lehet együtt élni, mint hogy látta. Azt számít, hogy ő, mint, mint egy korszakos zseni, ne legyen öngyilkos, vagy ne omoljon össze. Szerette ő József Attilát? Ebből ezt se tudjuk rekonstruálni. Utólag azt mondja, hogy igen, de nem szerelemmel, de mégis hozzáment volna, hogy ott ez a fiatal nő mit érzett valójában, ezt persze nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy élete végén, amikor ezzel mégiscsak el akart számolni, akkor ezt, ezt mondta. Ugye hat öngyilkossági kísérlete volt József Attilának. Legalább, igen. Ugye az első kilenc évesen történt egy testvérével való konfliktus során. Igen. Ezek figyelemfelhívások voltak, fiatalkori esetekről beszélek, vagy ő mindannyiszor úgy gondolta, hogy megöli magát. Hát ez egy, azt kell mondani pszichológiai szempontból, hogy rossz konfliktus megoldó készség. Tehát gyakorlatilag rögtön katasztrofális minősít egy olyan helyzetet, aminél nem lát más megoldást, mint az öngyilkosságot. Ami egyrészt egy cry for help, egy segítségkiáltásnak tekinthető. De másik oldalról pedig azt tudjuk, hogy akiknek fiatal korában ilyen te úgynevezett teatrális öngyilkossága van, azoknak a az életében tízszeres a kockázat, hogy végül egy úgymond befejezett öngyilkossággal végzik az életet, tehát egy sikeres szuicidium, ami nagyon rossz kifejezés, de így érthető a hallgatóság számára. Ön tulajdonképpen azt mondta, ha nagyon profán akarok lenni, hogy csak idő kérdése volt, hogy ő mikor hagyja mindezt végre. Hát főleg az utolsó évet tekintve, ott igen, így van, mert az történt, hogy négy hónapig kezelték a Sziaszt a szanatóriumban eredmény nélkül, miért is lett volna eredmény, amikor annak idején nem volt gyógyszer, se a skizofréniára, se a depresszióra, főleg nem a bordellás személyiségzavarra, és utána elküldték a nőveleket, hogy őrizzék, vigyázzanak rá, hát ez minden csak nem, nem a szakmai segítség. Én igen azt gondolom, hogy innen már nem nagyon volt vissza út, és egy időkérdése volt, hogy egy sikeresen gyilkosságot hajtson végre. Bármi módon ön szerint ez akkor, abban az időben elkerülhető lett volna József Attila esetén? -e? Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy nem. Senki nem tudta volna őt megmenteni, se Flóra, se Edit, se egy jó szakember. Hát a... Edith biztos, hogy nem. Hogyha most eljátszanánk azzal a gondolattal, ami ugye egy fikció, hogyha Flóra, hogyha mégis az történik, hogy Flórával összeházasodnak, és a Flóra magához veszi, akkor is egy olyan párkapcsolat alakult volna ki, ami nem egy házasságról szólt, hanem beteg és ápolója, beteg és terapeutája, ami egy idő után nem tartható fent. Ő pontosan tudta, hogy, hogy ő Zseni, olykor azt is mondta, hogy ő a legnagyobb magyar költő pillanatnyilag. És az a helyzet, hogy talán igaza is volt abban a pillanatban, nem tudnám megmondani, hogy volt-e nála jelentősebb, fontosabb életmű abban a pillanatban. Ezt visszaigazolt az élet az irodalmi kánon akkor? Akkor nem? Akkor nem, de ez. És ez például szintén egy nagy sérelem volt az ő életében. Hát majdnem minden sérelem volt az ő életében. De hát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk Babics Mihály és József Attila ennek a kornak a két meghatározó zsenie tökéletesen vak volt egymás költészetére. Tudatosan, vagy így nem Más irodalmi kánomból jöttek, más generációt képviseltek, és egyszerűen pocséknak tartották a másik költészetét. Ugye emiatt nem kaphatott József Attila halál előtt díjat. Az hát részben emiatt, mert kevésbé volt fontos Babicsnak, másrészt meg, meg véletlen, szerencsétlen véletlenek mi Mert amikor már megkapta volna, akkor írt egy, hát egy kicsit ilyen udvarló verset Babicshoz, aki pedig azt gondol, ez a maga emésztő alak, amire Babics azt mondta, hogy ezek után nem kaphatja meg. Mert akkor olyan, mint mintha neki hajbokolni kéne, és akkor, akkor már kijár ez a díj. Úgyhogy Bizonyos értelemben kétszer volt ott a, a kapujában a, a díjnak, és, és életében egyszer se kapta meg, csak ezt a segély részét, ami aztán szintén megaláztatásként jelentkezett nála. Mindenből ki tudta érezni a megaláztatást, meg a fájdalmat, abból is, ami mellett mások elmentek volna tudsz mondani egy, esetleg két példát? Tudom, nagyon nehéz ez a felvetés, meg azért már érzékeltettük, hogy ő mennyire fura és szélsőséges figura volt. Csak hogy úgy igazán hökkenjünk meg, akik nem látunk bele annyira József Attila életébe, hogy mennyire volt ő szélsőséges, rendhagyó figura. Hát mondok egyet -egy fiatal korából, tehát amikor, amikor pályája elején volt, és amit nem szokás annak az időszaknak, tehát hogy amikor még ezek a szerelmi tapasztalatok nem voltak, de egy szerelem, ezt szeretnék felolvasni. Ügy, ugye egy Gyenes Gitta nevű festőművésznő volt az aktuális szerelme, és Faludi György emlékszik vissza, pontosabban a, most mondjam, Gitta lánya, egy bizonyos Luca volt a, a, a szerelme, akinek udvarolt, verseket is írt hozzá, aki egyébként nagyon kedvelte József Attilát is, meg a verseit is, de hát a személyéhez kevésbé vonzódott, vagy nem akarta visszanozni a szerelmet. És azt kérte József Attila a társaságtól, hogy másnap vasárnap a délutáni vonatnál ceglédi vonatnál e, legyenek ott, és az er, e, er, ez látszott, legyenek kin az erkélyen, mert bizonyosságot akar adni a Luca iránti szerelméről. Ezt írja Faludi hogy ebből semmit sem értettünk. Vasárnap délután ott szorongtunk valamennyien az erkélyen, Luca zsámoljon ült a balkon közepén, mi pedig félkörben álltunk, illetve szorongtunk mögötte. Ceglédi vonat menetrendszerűen tűnt fel. Attila az egyik lehúzott harmadosztályú ablaknál állt. Mintha biccentett volna felénk. Leemelte a fekete kalapját, és maga mögé hajította. Aztán melmagasságban gyufát gyújtott, és kihajolt az ablakon. Az égő gyufát a hajába dobta. Később tudtuk meg tőle, hogy előzetesen egy kis flaska benzinnel locsolta meg néhány pillantásig hosszú lángnyelvet vonzolt, vonzolt feje mögött, majd újra föltette a kalapját. Ott állt mereven, mozdulatlanul, talán azt figyelte, megnyerte el a szerelmét, míg a szerelvény elragadta tőlünk. Hát, erre azért mondhatjuk, hogy szélsőséges. Meg hát, hogyha egy férfi azt gondolja, hogy ettől aztán majd bele fog szeretni a, a kiszemelt nő, az azért nem, nem egy olyan biztos stratégia. De ő férfi volt, vagy egy kisfiú? Hát egyszerre volt mindig kisfiú meg férfi. Ön, ö, nagyon pillanatok alatt bele tudott szeretni egy nőbe, szexuális vágyai voltak. Tehát azért itt ö, nem az volt, hogy egy felnőtt kisfiú, hanem hanem ő egyszerre volt ö, volt mind. Ugye úgy tudom, hogy meglátogatták őt a halála előtt, és ajánlottak is neki komoly állást, talán a szép szónál. Perspektíva talán nyílott előtte? Az Folyamatosan volt ilyes, ilyen helyzet, tehát neki kapott polgári állást, ugye Vágó József, egy banktisztviselői állást, be se ment, aztán amikor bement, akkor többet nem ment be. És őt folyamatosan meg akarták menteni, és volt is olyan elvárása, hogy őt igyekezzenek megmenteni. És olykor elfogadta ezt a segítséget, olykor pedig, pedig nem, és valóban egy kis delegáció az, az le is ment szárszóra, és mindenfélét ígértek neki, hogy ugye volt-e mögötte tartalom, az már nem derül ki, hogy ő neki lett volna utána bármi biztos egzisztenciája. Az egyébként inkább érdekes, hogy mielőtt szárszóra került, ugye előtte volt benne a, a szanatóriumban, az közvetlen előtte levő fél év az, amikor azt mondhatjuk, hogy egzisztenciálisan egy kicsit jobb helyzetbe került. Az első igazi lakása a Városmajor mellett akkor, akkor lett, ami, ami olyan volt, mint egy lakás, nem egy ágybérlet, hanem ott már minden volt. Először voltak nagyjából rendes bevételei, szegény volt továbbra is, de, de legalább nem egy teljesen kilátástalan élet. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy ha neki jó élete lett volna, és polgári körülmények veszik körül, akkor ez nincsen. Írt három búcsúlevelet. Ez tény. Illetve ennél több, összesen négy vagy öt levelet küldött el, de ebből a három az, ami, amit búcsúlevélként lehet értelmezni. Szántó Juditnak, Kozmúca Florának, meg a kezelőorvosának. Tehát, hogy ezen gondolkodott, hogy ott öngyilkos lesz, ez biztos. Hogy amikor kiment a vasútállomásra, azzal a szándékkal menteki, ki, hogy ott véget vett az értének, ezt nem tudjuk. Mert ehhez képest nagyon brutális módját választotta az öngyilkosságnak. De mi kelt benned kétséget, hogy ez nem egy tudatosan végig döntésnek a folyamánya? Például az, hogy a előző nap, de ez lehet, hogy csak azért, hogy a nővérei gyanakodását elterelje, az esküvőjére készült. Kozmúca Florával, ami hát részben egy teljes fikció volt a fejében. Ennek semmi alapja nem volt. Hát valamennyi alapja volt, mert Flora megerősítette benne, hogy látta, hogy nagyon rossz állapotban van, de hogy ő ezt elhitte valójában, vagy sem, ezt, ezt, nem tudjuk. Az én teóriám az, hogy, hogy ő amikor elindult a vasúthoz, akkor nem azt gondolta, hogy, hogy már nem fog onnan visszajönni, eh, hanem a körülmények, a, amik folyamatosan benne volt a fejében, az öngyilkosság lehetősége. És akkor ott jött a vonat, és, és abban a pillanatban döntötte el. De, hogy, öngyilkos lesz? hogy öngyilkos lesz? De, de ez megtörténhetett volna két hónappal korábban, két hónappal később. Hat öngyilkossági életre volt tudomásom szerint. Nem tudom számszerűen, de, de hát ez igazából kamaszkorától kezdve folyamatosan végig a fejében volt ez a lehetőség. Szerinted az ő életét, de azt mondod, hogy talán egy picit helyre lehetett volna rázni a halál előtt. Mivel? Egy boldog párkapcsolattal, egy nagy kulturális és irodalmi babérkoszorúval, anyagi jóléttel. Mi hiányzott neki leginkább a vége felé? Hát a szeretet, és még akkor is, hogyha kapott szeretetet, az nem volt neki elég, vagy nem ismerte feltétlenül fel az, az, az elismerés, miközben része volt elismerésben. Tehát azért a saját nemzedéke első számú költőjének tekintette. A szép szó az ő folyóirata volt, köré szerveződött, az volt a szép szó neki, mint Adinak a nyugat. Tehát az sem igaz, hogy, hogy ő egy, mondj mondja, magányos zseni lett volna, hogy ne lettek volna körülötte. Anyagi segítséget is kapott. E, 60 Lajostól, másoktól fizették a gyógykezelését, a legdrágább e, e, szanatóriumban volt. Úgyhogy ilyen értemben nem volt magányos. E, sokan, sokan szerették, e, Sokan akartak neki segíteni. Csak valószínűleg mindez már nem volt elég. Ha egy szóval vagy egy mondattal kéne meghatároznod, hogy mi hiányzott leginkább József Attila életéből a legvégén, akkor mi lenne az? Ami talán életbe tartotta volna őt, ami talán adott volna neki üzemanyagot, inspirációt, hogy van értelme. Szerintem nincs ilyen. Azért nincs ilyen, mert um, nem is amiatt, hogy ugye a főkalauz Karsai Károlynak a, a, az anyaga, vagy Zábó, aki ö, ugye ott a záromás főnök volt Szárcón, azért nem lehet ilyet mondani, mert hogy ő neki az a mondat, hogy mindenséggel mérd magad, az annyira komolyan tudta venni, hogy a, ő nem volt képes igazából a kompromisszumot kötni önmagával kapcsolatban sem. Ő valójában nem tudta eldönteni, hogy az első húsz évben talán lehet, hogy magára haragudott, de szépen lassan az összes pszichoanalitikai vizsgálat és az összes őt elemző kutatónak köszönhetően rájött, hogy. Haragudhat ő a világra, de valójában az egyetlen bűnös az ő maga. Tehát az a helyzet, és ez az, amit nem akarunk, azt hiszem, József Attila szeretők megérteni, hogy, öm, hogy amikor ő ebben az élethelyzetben van, akkor nem az a kérdés, hogy ő hogy ő, ő, őt lehetette volna jobb irányba ö, ö, mutatni, hanem az a kérdés, hogy az, hogy egyáltalán ő eddig húzta, az minek köszönhető, ő valójában azt mondta, hogy, hogy a világ ö, ö, kegyetlen. És vagy az van, hogy én fölveszem vele a harcot, vagy még inkább az van, hogy ö, rájövök, hogy a világ erősebb nálam, és megtanulok vele együtt élni. Megtanulok a saját haragommal, a saját. Ö a dühömmel, a saját felelőtlenségemmel, a saját nehéz természetemmel együtt élni. Nem véletlenül mondtam a beszélgetésünk elején egyébként Latinovic Zoltánt. Ő a szép szó, már mint József Attila, a szép szó szerkesztőjeként ugyanúgy nagyon sokszor nem tudta tartani például a szerkesztői ritmust. Nagyon sokszor egyébként az utolsó pillanatokban, amikor még uh, a mielőtt nyomdába került volna az anyag, át kellett volna néznie. Nem tudott a saját betegsége okán odajutni és ellenőrizni az, az, az éppen kinyomandó számot. Emi, emiatt egyébként Fejtő Ferenc, a több esetben is írt neki olyan levelet, hogy attila nem tudunk veled együtt dolgozni. Az a fajta csúszás, az a fajta késés, ami egyébként azért volt szükséges, mert fel kellett készülni arra, hogy ö, ö, kifelé, mások felé mutassa magát, az nagyon sok esetben nem ö, tette ő, őt alkalmasára, hogy egy rendszeres munkavégzést hajtson végre. És ez azért lényeges, mert szerintem emiatt ö, József Attilát tekinthetnénk arra egy nem tudom, lehetséges embernek, hogy megoldódott volna valamilyen ö, oknál fogva az ő helyzete, de legyünk őszinték, éppen azt a húzatos kelet-európai történelmünket ismerve, hát hol? A második világháború alatt? Ö, homályosan látom, hogy egy olyan rabiátus ember, mint ő, posztumusz kosudi nélkül úgy, hogy még élne, 48-ban sikeresen átvette volna. Ez a pali mindig megtalálta azt a helyzetet, ahol neki van igaza, de valóban éteri tisztasággal, tehát mint egy kémikus százszázalékos lepárlással. A szeretet, a meleg családi otthon, a szerelem, a gyengétség, az bármit tudott volna rajta segíteni? Hát a kezdet-kezdetén nagyon sokat, akkor ő stabilabb személyiség lett volna, ha, ugye megint csak a ha, ha az apja nem, megy nem hagyja ott az egész családot három éve, József Attila három éves korában, ha az anyanak több ideje lett volna a gyerekeire, de se ideje, se energiája nem volt, ha családi körben nőtt volna föl, és nem egy ilyen, hát ott azt kell mondani, egy utca gyerekként, és amikor jobb sorsa kerül, jobb anyagi körülményekhez került, amikor a, a Jolán férjez ment a makai döntő, akkor ott meg úgy kellett viselkedni, mint az idegenek. Tehát ezek mind olyan halmozott negatív traumák, amelyek ha nem következtek volna be, akkor lehet, hogy egy harmonikusabb, stabilabb személyiséggel vágott volna neki a felnőtt kornak. És, és jobban meg tudott volna küzdeni az ottani hétköznapi konfliktusokkal. Egyre válaszolni, még, kérlek, aztán ha akarod, kivágjuk belőle. Tudomásom szerint József Attila rád van tetoválva. Az elárulod-e nekünk, ha nem akarod, nem de, kell, de. hogy miért te tetováltattad rá magadra? Tehát József Attila mit jelent neked? Valóban rám van tetoválva, egyébként itt a Pont a, a szívem fölött. Ennek az embernek az egyedüli a, a, a képessége és a működésmódja az, ami arra a, a, a mutat rá, hogy akkor is a, a vállalnunk kell, és akkor sem szabad a, a meghunyászkodnunk, hogyha egyébként a, a nem bírunk annak a felelősségével, ami történik, illetve, hogyha ezzel el is bukunk, akkor is muszáj egyébként jelképeznünk azt, hogy mi kik vagyunk. Én azt gondolom, hogy József Attila az egy durcás vad gyerek volt, aki sokkal büszkébb volt annál, semmint hogy elfogadja a saját hibáit. Viszont az ő az egyetlen olyan ember, akiről azt gondolom, hogy amikor az ön rajzában arról ír, hogy amúgy becsületesnek gondolom magam, és ö, mikre vagyok képes, abban ö, semmilyen, nyilván nem az ő hangján, hanem bárki ilyen színésznek a hangján halljuk, nem ö, lehet azt feltételezni, hogy önhitségről tenne tanúbizonyságot.